Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mint megszokatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Nyíregyháza adott otthont az Országos Sporttudományi Kongresszusnak. 4 érmet szerzett Hatházi Dóra az ifjúsági országos bajnokságon. A nagyeset szerezte meg a bajnoki címet a megyei első osztályban. A portugáliai Európa-bajnokságra készül a válogatottal Sitku Márton. Torna győzelemmel tért az a Kecskemétről az NKK 5-ös csapata. A 6. helyen zártak a nyíregyházi röpislányok a serdülők döntőjén. 3 napon keresztül Nyíregyháza adott otthont a 16. Országos Sporttudományi Kongresszusnak. A rendezvényen közel 160 előadást hallgathattak meg az érdeklődők és a szakemberek. Rendkívül fontos, hogy Nyíregyházán köszönhetjük a társaságot és egy óriási nagy kongresszust, ami, hogyha néztem az előadások számát, még soha nem volt ilyen magas, több mint 150 előadást hallgathatnak meg a kíváncsiak és a sportban dolgozó szakemberek. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen rendkívül gyorsan fejlődik a sport területe, és ennek valamennyi ága, és ezt ugye, hogyha megnézzük a sporttudomány területét, akkor mindegyik szegmensebe lesz mutatva a mai napon és a holnap utánin. Nagyon fontos, hogy nem csak ilyen sport és utánpótlás nevelés mutatja meg magát ezen a területen, hanem a szabadidő sport is, hiszen egyetlen egy eszköz van a kezünkben, hogy megtarthassuk és megőrizhessük az egészségünket, az nem más, mint a sport és annak a területe, és fel kell hívni a figyelmet bizony még jobban a családoknak, a fiataloknak és a jövő generációjának és az idősebb generációnak is, hogy igen, sokkal érdemesebb a mozgásgazdag életmódot választani, mint akár le tudjuk megőrizni az egészségünket. Úgyhogy ez a sporttudományi kongresszus és konferencia sorozat, ez mind-mind hozzájárul akár az eredményességhez, akár az egészség megőrzéséhez. Nem véletlenül a mottója is az, hogy az egészségnevelés is mennyire fontos magának a kongresszusnak. Úgyhogy nagyon nagy öröm számomra, hogy ezzel is még több tudást tudunk biztosítani a sportban élőknek, és a sport szakembereknek, és minden mellett ugye népszerűsíteni tudjuk a sport fontosságát, hiszen a legfontosabb célunk, hogy mindenki sportoljon, ehhez megfelelő szolgáltatásokat tudjunk biztosítani, és ehhez a sport tudomány területe, amely nélkül már nincs élsport, nincs utánpótlás nevelés, és nincs bizony szabadidősport sem, segítségünkre van. Vannak olyan témakörök, mint a sport, turizmus, sportgazdaság, ami szintén kiemelt fontosságú Magyarország szempontjából, hiszen most már évente több mint 100 világversenyt rendeznek évek óta. Így van, minden mindennel összefügg, úgyhogy be lesz mutatva a különböző gazdasági háttere, az innovációk, a technológia, mind-mind ugye a sporttal kapcsolatos, és hogyha megnézzük az oktatásokat és a képzéseket, bizony szinte valamennyi területen érzékelhető, hogy a sport megjelenik. Különböző oktatási képzési rendszerek indultak el az elmúlt időszakban a sok-sok egyetemünkön, úgyhogy ez is azt mutatja, igen, a jogban már megjelent pár évtizede, de a közgazdászok, a mérnökök, a menedzserek mind-mind szeretnének jobban és nagyobb tudásra szertenni a sport területén is. Úgyhogy ez a társaság ezen dolgozik és működik, hogy mindenkihez vigye közelebb a sportnak a jelentőségét, és hogyha valaki felismeri a sportban rejlő lehetőségeket, akkor bizony nyert ügye van, hiszen mindenkivel szembe lépéselőnybe lesz. Hogyha az élsportot nézzük, akkor az élsport már nem lehet tudomány nélkül, de hogyha az életünk mindennapjait nézzük, akkor mi sem tudunk lenni sport nélkül. A 3 napos sporttudományi konferencia rengeteg témát érint, ezek egyik az olimpia, úgyhogy beszéljünk is az olimpiáról. Mennyire optimistán várhatják a magyar sportbarátok a bő egy év múlva kezdődő tokiói játékokat? Én azt kérem mindenkitől, hogy optimistán várja, úgyhogy legyen ez az uralkodó gondolkodás. Mi mindent megteszünk azért, hogy ebben az időszakban egyelőre azt elérjük, hogy minél nagyobb legyen a magyar sportolói delegáció. Nagyon szeretnénk azt, hogy ez elérje a riói létszámot. Hogyha ez sikerül, akkor az már egy szép dolog, mert azért itt az elmúlt olimpiai ciklusokban inkább egy lefelé menő tendencia volt, úgyhogy mi ezt szeretnénk megállítani, reméljük, hogy sikerül. És amikor már látjuk azt nagyjából, hogy mekkora lesz a magyar csapat mérete Tokióban, akkor szerintem egy picit pontosabban lehet majd a prognózisokkal előjönni. Mi nagyon szeretnénk azt, hogy nem csak a versenyzők és a delegáció jöjjön haza jókedvűen, hanem itthon minden sportszerető jó érzéssel gondoljon majd később vissza erre a tokiói olimpiára.
Ebben az évben Magyarország több kvalifikációs világbajnokságot is rendez. Ezek kiemelte figyelmet kapnak a többinél? Egyfelől igen, másfelől nem. Mi ebben az országban élünk. Nyilván, hogyha ha ide jön sportág nemzetközi családja, akkor igyekszünk mi itt, akik itt vagyunk, úgy eljárni, olyan nyomokat hagyni bennük, hogy ez a lehető legjobb hírét vigye az országnak, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy teljesen természetes. Ugyanakkor minket nem kell, hogy más érdekelje, mint az eredmény, tehát talán olyan szempontból ezek kicsit szerencsésebb sportágak, hogy hazai pályán rendezik a VB-t, az általában az előny szokott lenni. Úgyhogy mi az eredmény irányába indulunk el, de valóban kap egy kiemelt figyelmet a rendezési oldalról is a verseny. Ma már minden másodpercét, centiméterét, 10 másodpercért nagyon meg kell küzdeni. Visszatérve erre most egy konferenciára, a sportolói tanács tevékenysége mennyi segíthet abban, mennyi idő alatt realizálódhat az élsportolóknál, hogy ezek a pluszok létrejöjjenek? Mi komolyan gondoljuk azt, hogy a sportolók a legfontosabbak, tehát nem volt sportolóként, nem gondolnám egy üres frázisként. Én azt gondolom, hogy van az a tudás szegmens, ami csak onnan tud jönni, ami csak az edzőtől, vagy még inkább a sportolótól, aki ott izzad, aki szemtől szembe áll az ellenfelével, aki már megtapasztalta, aki talán mindenkinek jobban tudja, hogy mi az, amin javítani kéne. Én azt hiszem, hogy erre a válasz egy egyértelmű igen, tehát nagyon-nagyon sokat várunk attól, hogy ezek a fajta impulzusok a sportolóktól, a sportolótanástól elhangozzon, és aztán meg tudjon jelenni később a döntésekben. Két arany, egy ezüst és egy bronzérmet szerzett Hatházi Dóra a Kaposvári Ifjúsági Országos Úszóbajnokságon. Gyula Sándor tanítványát 3 egyéni és 4 váltószámban nevezte a szövetség a kazanyi ifjúsági Európa-bajnokságra. 11 versenyzővel voltunk Kaposváron, ebből csak 3 volt ifjúsági korú, a többiek serdő vagy gyermekkorú versenyzők voltak. Így természetesen az elvárás csak Hatházi Dóra felé, meg az idősebbek felé volt az, hogy jó eredményt érjenek el. Hatházi Dóra végül 2 aranyal, 1 ezüst és 1 bronzéremmel tért haza. Benne volt verseny előtt ez az eredmény? Úgy gondolom, igen, bár nagyon erősen jönnek fel az utánpótlás, és aztán ne felejtsük, ott volt a nagy ellenfel a Berec Blanka, aki ifjúsági Európa-bajnokságot nyert már, vagy ifjúsági olimpiát nyert tavaly, tehát vele nagy küzdelmet vívott 200 pillanatban. Nem csak az érmek miatt, hanem az ifjúsági Európa-bajnokság miatt is fontos volt a verseny. A verseny után volt a csapathirdetés, Dóra hány számban képviseli majd kazanyban a magyar színeket? Dóra az összes pillangó számban indul egyéni számban, 50 pillangó, 100 pillangó, 200 pillangó, és elvileg 4 váltó számba kapott helyet, 400-100 gyors, a 400-200 gyors, a 400-100-as női vegyes váltó, és van a 400-as mix vegyes váltó, ahol számítanak rá. Abban az esetben, ha az egyéni számait ez nem fogja ütni, ez majd helyszínen fog eldőlni, hogy melyik váltókat tudja vállalni. Mekkora feladatot jelent az, hogy most az országos bajnokság után nem pihenő következik, hanem egy hónap múlva az IFJB, tehát gyakorlatilag újra csúcsformába kell hozni Dórát? Igen, ez egy komoly dilemma, és ugye Zór is kicsit zokon vett, hogy újból el kell kezdeni keményen dolgozni, de hát tudjuk, hogy ezzel jár. Ez egy nehéz edzői feladat, meg versenyző feladat, hogy valóban többször kell jól úszni az évbe, 2-szer, akár 3-szor, rövid időn belül. Mi lehet az elvárás az IFJB-n vele szemben? Mindenképpen a döntőbe kerülés, de azért szeretnénk dobogós helyet is elérni. Ebben leginkább a 200 pillangón lenne esélye, vagy van esélye, mert ugye a rövidebb sprint számokhoz ő elég alacsony, persze ott is megteszünk mindent, hogy jól ússzon. És még benne van a pakliban egy budapesti ifjúság junior világbajnokságit, amelyet augusztus végén rendeznek. Oda milyen esélye van a kijutásra? Igen, valóban. Szerintem csapattag lesz, ha csak nem történik valami nagy baleset az ifjúság Európa-bajnokságon, mert már megvan a szintje a Dórinak, és mert Magyarországon lesz a verseny, én úgy gondolom be fogják válogatni a csapatba. A verseny előtt hogy érezted, milyen formában vagy, milyen elvárások, a magad szembeni elvárások utaztál Kaposvárra? Nagyon jó formában éreztem magamat, ilyen időket még sose húztam az edzéseken, és úgy mentünk oda, hogy ebből bármi lehet. Végül 200 pillén ugye második lettem, nagyon kicsivel lemaradva, 50 és 100 pillén sikerült nyernem,
és 100 gyorsan sikerült még egy bronzérmet szereznem. Elégedett vagy ezekkel az érmekkel és ezekkel az időeredményekkel? A 200 pillé vagyok egy kicsit elégedetlen, az idővel nem, mert az már egész jó, viszont el tudtam volna kapni a Perez Blancát most, mert nem volt olyan formában, de majd legközelebb. A 4 érem után nem pihenő, hanem további munka következik, hiszen jön az ifjúsági Európa-bajnokság, és elképzelhető, hogy az ifjúsági világbajnokság is. Milyen ezt megélni, hogy nem pihenhetsz, hanem rögtön medencébe kellett ugrani? Elég rossz érzés, mert ilyenkor jó lett volna egy kis pihenő, de ugye nem lehet, mert 3-4 hét múlva már az EB, és ott is jól kell szerepelnem. Mi az elvárás magaddal szemben az Európa-bajnokságon? Tavalyról van egy bronzérmem, 200 pillén. Most szeretnék egy ennél jobb helyezést elérni. A nagy eset szerezte meg a bajnoki címet a labdarúgó megyei első osztályban, miután a zárófordulóban 2-0 győzött Nyírgyulajban, a Nagyhalász pedig hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett az Ibránytól. Szerencsére a héten sikerült rendbe rakni a srácoknak a fejét ugye a csengeri kínos vereség után, tehát nem volt más lehetőségünk, a győzelembe kellett menekülnünk, szem előtt kellett tartani, ugye a másik mérkőzés figyelni kell. Én a kispadon informálva voltam, viszont a játékosokat ebből kihagytuk, hogy bármi is elvigye a figyelmüket, és úgy gondolom, hogy magabiztos játékkal sikerült győzünk, ugye és a bajnoki címet ünnepelni. Mennyire nőtt a mezőny fölé a nagy eset, minek köszönhető ez a bajnoki elsőség? Mint egy család úgy működünk, ez értem ezzel a szurkolókkal együtt, tehát van egy törzsma, aki velünk jár, idegenben, hazai pályán mindig elkísérnek minket, ez egy nagyon nagy lökés azért, tehát jó közegben van, én úgy mondom, a társaság, meg a másik az, hogy nem voltak kiugró teljesítmények, tehát mindig volt, aki húzza úgymond egy meccsen a szekeret, következő meccsen másik, tehát nem egy emberre épült a csapat, tehát én úgy gondolom, ez egy sikernek egy nagy javarész, ennek köszönhető. Milyen erősségű volt ez a bajnokság? Nem most kezdtem a labdarúgást, én még ilyen nem emlékeztem, hogy utolsó fordulóban 4 csapat ugye a bajnoki címért, 2 a kiesés ellen, és ez a párosítás ilyen rég még mióta focizok nem emlékszem. Mi lesz a folytatás, ugye minden igaz, akkor nem vállaljátok az NB3-as osztályozót és az esetleges NB3-as szereplést? Így van, mivel anyagilag azért behatároltak vagyunk, tehát ez szóba se jött, nincs pályán kiesmi, tehát nem tudunk egyszerűen megfelelni ennek a követelményeknek. Most úgy gondolom, a hétvége után ráfértánságra egy jó pihenő, egy hónap pihenőt adtam a srácoknak, és utána valószínűleg ugyanezzel a kerettel fogjuk megkezdeni a felkészülést. A forduló további eredményei a következők: Máté Szalka Gyulaháza 4-1, Tarpa Kisvárda 2-1-1, Tiszavasvári Tiszakanyár 1-1, Baktól Urántháza Mándok 4-3, Csenger Fehér Gyarmat 3-4 és Vásárosnamény Balkány 3-2. A nagyecsed mögött az Ibrány végzett a második helyen, a Nagyhalász pedig a harmadik helyet szerezte meg. A megyei első osztálytól a Tiszavasvári, a Gyulaház és a Csenger búcsúzott. Csütörtöktől az úszás válogatott edzőtáborában készül Sitkumáton. A kékcápák 19 éves kosarosának célja az, hogy bekerüljön a portugáliai Európa-bajnokságra utazó csapatba. Egy jó szezon zárhattam, voltak jobb és rosszabb meccseim, de próbálom, hogy ez a hullámzó teljesítmény már egyre jobban eltűnjön a játékomból, és meghatározó szerepet betölteni a csapatban. Több játékpercet volt, mint egy évvel korábban, a felelősség is több? Nyilván, mivel nagyobb bizalmat kapok, és ezzel élnem kell. Elvileg lehetne úgy, hogy három utazok az úszas válogatott edzőtáborában, most egyedül mész Nyíregyházáról, milyen felkészülésre számítasz? Biztos, hogy egy kemény felkészülésünk lesz. A csapatnak az összetétele most elég fiatal, és össze kell még szokni a csapatnak, de úgy gondolom, hogy jó edzésmunkával egy jó EB-t is zárhatunk akár. Ki a 20-as válogatott szakmai vezető, és milyen kapcsolatban vagy vele? Pór Péter, és az eddigi edzőtáborok alapján jó viszonyban vagyok vele. Ez a bőkeret, ugye, hogy érzed, mennyire kell harcolni azért, hogy ott legyél majd a Portugáliába utazó 12-es keretben? Szerintem, mint minden edzőtáborban egy felkészülésen, mindenkinek ugyanúgy kell harcolnia. Ugye nagyon sokszor közbejönnek sérülések, bármi más dolgok is, és mindent meg kell tennem, remélem, hogy ott leszek az utazókeretben. Számomra már alig a szokatlan, hogy kettős szemüveggel nézed a kékcápák meccsét, egyrészt Marci szempontjából szülőként, meg szakmai igazgatóként is. Szerintem mennyit fejlődött az elmúlt szezonban, Marci, mennyit lépett előre? Nem könnyű erre válaszolni, természetesen nagyon örülnék neki, hogyha sokat fejlődne, de most jött el, úgy gondolom, az az időszak számára, amikor a legnagyobb lépésben lehet fejlődni. Ő egy picit későn érő típus, és most már elérte azt a kort, azt az életkort, amikor várható tőle az, hogy akár a kondicionális
akár a testi fejlődése egy picit nagyobb ritmusban fog bekövetkezni, mint ahogyan ez eddig zajlott. Én nagyon örülnék neki természetesen, nem csak azért, mert ő a fiam, azért is, mert a csapatnak is sok mindent tudna segíteni, és úgy gondolom, hogy tudnánk előrelépni, hogyha most egy picit felgyorsulna ez a fejlődése. Azt hiszem, hogy ez a nyár nagyon fontos lesz számára, de nem csak az ő számára, hanem a Magyarországon kosárlabdázó fiatalok számára is nagyon fontos, hiszen az elnökségtől kaptak egy olyan lehetőséget, amivel úgy gondolom, hogy azok a játékosok, akik komolyan szeretnének kosárlabdázni, fognak tudni élni, de ehhez természetesen az kell, hogy nagyon sokat dolgozzanak, és játsszák be magukat a megfelelő csapatokba. Aki megfordul itt a Continental Arenában délelőttünk, és sokszor láthatja, hogy Marci egyedül is ezt, te játékoskorodból, hogy emlékszel, mennyire hasznos az ilyen plusz munka? Mindenképpen hasznos, és ez az időszak, amikor lehet bizonyos hiányosságokat pótolni. Itt ugye nincsen akkora jelentősége egy technikai változtatásnak, nem fogja a következő mérkőzésen negatív hatását érezni, és össze lehet rakni egy bizonyos mozgást. Nagyon fontos az időszak, és az lenne a lényeg, hogy minél többen tudjanak edzeni. Marcinak szerencsés az a helyzete, hogy nem sokára el fog menni az U20-as válogatott edzőtáborába, és bízom benne, hogy ott is ez a fejlődés, illetve ez a munka, ez csak az előnyére fog válni. Te is érintett leszel, még pedig az U18-as válogatott csapatvezetőnként az EB-n tudatosan nem az U20-at választottad? Nem, az U18 volt már tavaly és tavaly előtt is a csapatom. Akkor is az U18 volt, amikor Marci tavaly szerepelt az U18-as válogatottban, de elnökségi tagként az U18-as csapat jutott rám. És én örülök egyébként ennek a korosztálynak, ez már közel van a felnőtt korosztályhoz, és azt hiszem, hogy ez egy picit közelebb áll hozzám, mint egy fiatalabb korosztály. Az NKK ötfős csapata nyerte a regionális bajnokságokban győztes serdülő fiú kosárlabda csapatok tornáját. Szavi Brán együttese a kecskeméti döntőben mindhárom ellenfelét legyőzve végzett az élen. A győzelem tény az kétségtelen, de azért helyén kell kezelni ezt az első helyet. A regionális bajnok döntőjét azoknak a csapatoknak szokták megrendezni, akik nem jutnak be az országos főtáblára és a 32 legjobb csapat közé az őszi bajnoki mérkőzések is fordulók után, és a 2019-es évben, illetve a következő új évben ezek a csapatok a régiós bajnokságokban, ahol több csoportban, a mi nálunk az északkeleti régióban 6 csoportban folytak a küzdelmek, és folytatódott a bajnokság. Tehát azokban a régiókban, ahol ezek a csapatok részt vesznek, ott lesznek régiós bajnokok, és azoknak szerveznek egy négyes tornát, egy négyes döntőt. Ez volt idén Kecskeméten, tavaly egyébként Nyíregyházán volt. A Sopronnal, a Vasasa is a hazai kecskeméti csapattal játszott a nyíregyházi együttes. Milyen reményekkel utaztatok, és mennyivel sikerült ezt felülmúlni? Mind a három csapat egy kosárlabda akadémiának a B csapata volt. De hát ez borzasztó nagy fegyvertény, hogy az NKK ötös itt veretlenül győzni tudott, hiszen a mi csapatunk egy egyiskolára alapozott, egy iskolai bázisra alapozott tulajdonképpen iskolai csapat, akinek az ellenfelei egy sokkal nagyobb lehetőségekkel, anyagi háttérrel, létesítmény háttérrel versenyző akadémiai B csapatok voltak. Én azt mondom, hogy a tavaly évben ezt a versenyt itthon nyertük meg, ez sokkal nagyobb dolog volt, mert idegenben, idegen pályán legyőzni ezeket az akadémiai csapatokat, ráadásul a hazai rendező csapatot az utolsó mérkőzésen, nagyon nagy sportélmény volt, és köszönet a srácoknak és a szülőknek érte. Hány korosztályban, hány edző irányításával, hány gyerek kosarazik az NKK színeiben? Kosárpalánta korosztályban van 4 csapatunk, U11, U12, U11 és U16-ban minden korosztályban egy, tehát összesen 8 csapat, 114 igazolt versenyzővel vesz részt az NKK küzdelmeiben. Vett részt az elmúlt évben, ez a szám jövőre gyarapszik, hiszen reményeink szerint sikerül két másik iskolában is kosárpalánta csapatot indítanunk. Hát következő szezonban várhatóan ez a létszám a 150 körül létszám lesz, és ennek még azt hiszem, hogy a következő évtől nincs vége, hiszen hamarosan lesz egy újabb bázisiskola a Nyíregyházi kosárlabdaklubnak, ahol szintén szeretnénk úgy, ahogy az Ötvösbe, a Nyíregyházi Egyetem Ötvös József Gyakorló Általános Iskolás Gimnáziumba felépíteni a kosárlabdát, általános iskola első osztálytól gimnázium, tehát 12 osztályig. Van olyan korosztály, vagy lesz olyan korosztály a következő szezonban, amelyik esélye pályázhat az országos főtáblára? Én szerintem igen, az U16-os korosztályunk nagyon ígéretes. Tavaly ők ugyanezt a regionális B-döntőt megnyerték, az öregebbek a 14 éves korosztályban, a serdülőben, illetve akik most még visszaversenyezhettek, ők is megnyerték. Ez a csapat jövőre egy U16-os korosztályú csapatban fog
összpontosulni Ferenczi Tamás edző vezetésével, és én nagyon bízok benne, hogy ez a csapatnak, ennek a csapatnak esélye lesz az országos főtáblára is feljutni, sőt onnan még a 16 közé is. Szerintem erre minden reményünk megvan. A szezon kezdet óta foglalkozott ezzel a korosztály, most pedig Kecskeméten megnyertétek a regionális bajnokok döntőjét. Honnan, hová jutott el ez a csapat? Mennyi munka van ebben a sikerben? Először is szeretem gratulálni ez a játékosoknak. Nehéz volt. Amiatt nekem teljesen más mentalitásom van, mint a magyar emberek. Pedig edzésről edzésre, hétről hétre, hónapról hónapra lassú, jobban kezdtünk nézni, mint a csapat. És kemény munka, egész év kemény munka volt. Hogy nézett ki a regionális bajnokság? Hány meccset kellett, hány kört kellett mennetek, hány ellenfél ellen sikerült megnyerni azt a részt? Először nem teljesen jobb néztünk, mert eddig nem volt igazi kosarlabda edzés ez a játékosnak. És utána idő kell. Idő és sok munka kell berakni, és a legfontosabb időben, mikor volt ez a torna, a legjobb forma sikerült hozni. Mivel múltátok fel a három csapatot, hiszen azért azt, mint a klubelnök elmondta, akadémián készülő játékosokról, akadémiai csapatokról van szó, és három győzelemmel lettetek torna győztesek. Hanem azért szerintem ez az extra eredmény. Pedig ez is szeretem mondani, hogy a legnehezebb és legkeményebb munka játékosnak megcsinálta a pályán. Én csak irányítottam őket. Pedig másik, amit te is mondtad, hogy ott akadémia van, több létszám van. Egy vasás csapat van, egész vasás kerület ott Pesten, ez nagyon sok iskola van ott. Mi pedig egy-kettő iskolában vagyunk. Ez tényleg azért ez extra eredmény, amit csináltam ott. Mekkora potenciál van még ebben a csapatban, hiszen látszik, hogy vannak magas játékosok? Ja, tudom mondani, hogy pár játékosok van potenciál, pedig dolgozni kell. Csak ez. Más nem tudom mondani. Én is profi játékos voltam, ismerem nagyon sok emberek, aki nagy talent volt, pedig munka nélkül nem tudsz, van egy teteje. Ugyanez, mint a ha csak munka van, és nincs talent, ott is van estete. Akkor kell egy jó kombináció, egy sikerült kombináció, és csak így lehet csinálni egy valami jó eredmény, vagy jó játékos. Pedig én mindig mondtam, nem ez a cél, hogy most U14, nem tudom, hogy U12 milyen eredmény van. Ez legyen a cél, hogy valaki tud játszani igazi profi szint kosarlabda egyszer. Ez legyen, nekem ez a legfontosabb cél. A lányoknál az UTE, a fiúknál a Dunói Város csapata szerezte meg a bajnoki címet Nyíregyházán a serdülő röplabdázók országos döntőjén. A lányoknál a nyíregyháziak a 6. helyen végeztek. Sajnálatos módon a csoportban az első mérkőzésünket is 3-2-re vesztettük el, aztán a másodikat 3-0-ra a Békés Csaba ellen, így csoport harmadikok voltunk, majd a 4 közé jutásért a későbbi bajnok Újpesttel kerültünk szembe, ahol 3-2-es vereséget szenvedtünk, és így nem sikerült a 4-be jutnunk. Másnap már az 5. helyért játszottunk, hát fáradtan és egy kicsit csalódottan. Egy ilyen tornán általában a pillanatnyi forma döntő. Hogy látod, ha mondjuk egy hét múlva játszanátok le ezt a döntőt, lehetne más eredmény? Nem egy hét múlva, gyakorlatilag az Újpest, az a javarésze, tehát a 89% a 17 éves korosztállyal. A mi kezdünkben két 15 éves volt, még gyermekkorcsoportú, a liberónk, az egyik liberónk szintén gyermekkorcsoportú, tehát én úgy gondolom, hogy itt a rutin győzött az UTE oldalára, és az egy nagyon szép teljesítmény volt, hogy fel tudtuk velük venni a versenyt, illetve 2-1-re még vezettünk is, csak pont amit mondtam, hogy fiatal csapat van, kevés mérkőzés mögötte ebbe az évbe, és így nem sikerült ezt a 2-1-es előnyt 3-1-es vagy akár 3-2-es győzelemmé változtatni.
Viszont ez azt jelenti, hogy a játékosok fiatalabbak a korosztálynál, hogy van perspektíva előttük. Igen, mindenféleképpen. Jövőre lennénk egy úgymond rutinos korosztály, de aztán kérdéses lesz, hogy innen a tehetségesek mennyi tehetségest kell följebb adnunk az U19-en, illetve az U21-ben. Tehát ez majd a következő szezonnak a kérdése, illetve az dönti el. De én úgy gondolom, hogy akik most jönnek az OGB, a gyerekkorcsoportból, illetve akik itt maradnak a mag, akkor mindenféleképpen egy erősebb döntőt fogunk tudni majd játszani, és akkor reméljük, hogy jövőre sikerül az érem. Egyébként mi volt a szakemberek véleménye, milyen színvonalú volt a döntő, gondolok itt a fiúkra is? Én úgy gondolom, hogy talán a lány döntők azok színvonalasabbak voltak. Küzdelemben mindenféleképpen, tehát sokkal több 3-2-es mérkőzés volt. A fiúknál én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag ott egyértelmű volt már a döntőbe bekerült csapatoknál is, hogy valószínűleg ki fogja játszani magát a döntő párharcát vasárnap. Ez így is alakult, de én úgy gondolom, hogy egy színvonalas országos döntőt, és ugye a hely önmagáért beszélt, tehát mindenki dicsérte, és nagyon, nagyon jól érezte magát, mert nagyon jó feltételek voltak. Mi vár még a nyíregyházi röplabdás lányokra? Ugye indul a strandröplabda sorozat, gondolom, ha terembe is fejezik, akkor szabadban űzni fogják továbbra is a sportágat. Biztos, mindenféleképpen. Ugye már egyre több strandröplabda verseny indul akár a megyébe, akár a szomszédos megyébe, vagy a városunkba. Ugye a következő legnagyobb esemény a Hübner strandröplabda verseny, ahol játékosokként is, illetve segítőként vesznek részt az UP játékosaink, illetve indulnak szólóba párokkal. Gyakorlatilag még egy versenysorozat van, az már nem a sportcentrumhoz, hanem magához az iskolákhoz, a 4. korcsoportos diákolimpia június végén, és utána a megérdemelt nyári szünet, és augusztusban pedig kezdjük újra a munkát. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!